bemutatni a Bonyhádhoz köthető szellemi, kulturális örökségeket, értékeket. Ez a legfőbb célja a Vörös Marti Mihály Művelődési Központnak a közelmúltban indított Helyismereti Szabad Egyetem című program sorozattal. Az intézmény az iskolán kívüli tanulás egyik fontos helyszíne, mondja az igazgató helyettes. A Helyismereti Szabad Egyetem a Bonyhád összekött pályázat része. Annyiban javítanék, hogy nem ez az első előadás a programsorozaton belül, ugyanis szeptemberben dr. Füller Imre tartott előadást a Magyar Tarka a Bonyhádi vonatkozásai címmel. Egyébként a tematika összeállítása során nagy mértékben tudunk támaszkodni a Bonyhádi Értéktár Bizottság munkájára. Az általunk összeállított lista egyébként elérhető bárki számára a Bonyhád város weboldalán. Ezt mindenkinek ajánlom, hiszen rendkívül informatív módon ismerhetők meg a városunkhoz köthető különböző szellemi, kulturális örökségek és értékek. Egyébként a Művelődési Központ, mint közművelődési intézmény, a nonformális, azaz iskolán kívüli tanulásnak fontos közege, és ebbe a koncepcióba jól illeszkedik a Helyismereti Szabad Egyetem, ugyanis egy bárki által és ingyenesen látogatható rendezvénysorozatról van szó. A programok megközelítőleg 60-70 percesek, ezt követően pedig a hallgatóságnak lehetősége van kérdéseket feltenni az előadónak, így válik interaktívvá a Helyismereti Szabad Egyetem, ahol ezúttal Filó Tamás történelem tanár tartott bemutatót a Völgység történeti vallásföldrajza témakörben. A pályázati program az egyébként 2021 végéig fog tartani. Novemberben már van egy lekötött előadásunk, dr. Dobos Gyula fog érkezni, aki a Percelek című kötet szerzője. Ebből már nem nehéz kitalálni, hogy ő a Percel család Bonyhádi vonatkozásairól fog tartani egy PowerPointos bemutatót. Decemberben még mindenképp tervezünk egy előadást, vannak is ötleteink, ilyen egyébként Vörös Marti és Illyés Gyula Bonyhádi vonatkozásai, vagy a cipőgyár és az omászgyár története, de nyitottak vagyunk a lakosságnak a javaslataira is, ami a témaválasztásokat illeti.